Sziasztok, szép estét mindenkinek! Este van, gyerekek, elmegyünk város nézni. Egy gyönyörű szép. Nézzétek meg! Nincsenek szavak, gyerekek, ez ilyen kommentár nélküli lesz. Ezt tényleg csak látni kell. Leteszi New Yorkot is, nem? Olyan, mint New York, leteszi, lehet, hogy igen, mert ki van világítva minden. Ott nincs semmi. Hát ennyire nincs. Kiszállunk, és akkor jövünk tovább. Na, gyerekek, ezt nézzétek. És még a fák. Ja. Be egy luxusba élnek ezek a fák, a jó Istenem. Persze, hogy fizetni kell az intén. Taxival jár minden hova. Na gyerekek, kiszálltunk. Itt van ez a hatalmas torony. De először megyünk sétálgatni. Itt van ez a nagy Dubai Mall. Na, mami? Mindjárt sírva kapadok. Komoly, mi? Hát, gyönyörű gyerekek. Hát, Zoli, leteszi Amerikát. Új, milyen fotókat lehet lőni, Tina? A fotózkodó? Aha. A még szép. Hú, de magas, rendesen ízi, hallod? Szédülök, ha fölnézek. Várjál már, azt a vízesést hol találjuk meg? Hát ez az a vége, nem? Nem. Van az a nagy szető. Igen, de az is itt ott van, itt látom, arra kell menni. Akkor itt, Burj Khalifa. Igen, fáj. Super!
figyelj. Vigyázzon, mami, mert azt itt... Ja. Gyertek, gyertek, gyertek. De magas ez, gyerekek! De még mindig 40 fok van, aztán én 10:30 van itteni idő szerint. Akkor egy kis cigi szünet. Erre mami, kell majd itt menni. Megcsókolom ezt a fát. Legkedvesebb fám a világon. Abu Dhabi. Ez nem Abu Dhabi. Igen, itt kell lent menni. Hát a háta, ennek a háta mögött így kell. Hihetetlen, hihetetlen, hogy én itt vagyok, érted? Ó, Istenem, ami le kell dőlni a szőnyegre. Nem. Le kell. Ott is álltok. Hát kívánom, gyerekek, hogy a jó emberek mind jussatok el ide, átéljétek ezt az élményt, ezt a feelinget, hogy érezzétek, mi a gazdagság, nagyon durva. Rendes, hűvösen valahonnan. Aha, de honnan? Képesek még az utcát is hűteni. Ki tudja, lehet? Érzed? Hűvös, hűvös. De honnan jön? Amúgy most valahogy nincs olyan melegem. Hűvös jön, hát érzem. Milyen komoly helyen van a torna, mi? Ja. Személyjegyzővel. Fogjam a telefon? Nem. Ott hagytam a stabilizátoromat is. Milyen puha ez a föld. Cső. Érzed? Van itt víz, de olyan, mintha medence lenne, nézzétek meg. Azt néztem, hogy mi az ott szembe. Növények. Hát, nem semmi, azt tudni. A vágyak azért vannak, hogy teljesítsed őket. Ez igaz. Búrkalifa? Nem mész föl? Ó, Isten, ments! Nem mersz? Ha nem. Fölmehetünk, ha gondolod. De, hogy én nem, biztos, hogy nem.
Amerika az nagy, Amerikában az Empire State nagyobb volt? Szerintem igen, ugyanakkor a kb. Volt. Hú, az is de komoly volt. Még hajókáznak itt. Szerintem ez visz oda abba az izébe. Ja, igen, itt kell befejezni. Gyönyörű. Azt a mindenit. Próbálom nektek minél részletesebben felvenni. Milyen tiszta ez a víz, nézzétek. Nincsenek szavak, gyerekek. Tast. Még nem lett teljes. Megvan ez, mikor jöttünk. Nézd. Na. Na, melyik a jobb? Mind a kettő jó. Majd még folytatom az egyiket. Jaj, de szép a park. Szép? Aha, nagyon. Olyan szép. Benne. Nagyon durva. Az belépő. Belépős. Mm-hmm. Full fehérbe. Kendőkéne. Ja, kendőkéne rám, azt olyan lennék itt, mint egy sejt, gyerekek. Hát. Hogy bírják leengedni a hajókat? Azt, ezt nézd. Várjátok, megfordítom a kamerát, amúgy ezt akarom megmutatni. Komoly. Nem hittem volna, hogy egy ilyen komoly. Nagyon. Megfordítom. Nagyon.
Itt van ez a vízes, és most nem megy? Nem. Most csak néha megy. Előbb láttam. Húsz dirham egy belépő. 20 dirham, 2000 forint. Hát most az jó, hogy ott sétál. Nem, az lehet, hogy izé hajó visz. Az 2000 forint? Szerintem igen. Persze, hát itt most ilyenkor van az élet. Ez az illatkavalkád. Hű. De jó illatok, Istenem. Akár ki elmegy mellettem. Nem, ezek a izék, akik fehérbe azt vannak. Ezek az igazi arab csávókon olyan illat van. Persze, csak. Yes. Milyen Nike-ok lehetnek itt, mi? Igazából amúgy itt élőben nem találsz szavakat amúgy. Mit van? Mi van, mami? Hát 40 fok van. De rólam is ömlik a víz. Bemegyünk a malba, ott jó hűvös van. Kicsit lehűltsük magunkat, nem? Gyertek. És nem megyünk sehova.
ez igen. Mi van? Hát semmi. Sírunk. Ez komoly van. Menjünk be a malba. Gyertek. Hú, gyerekek. Jó van ide, Szana? Hát ez... Tényleg nem tudsz szavakba önteni, amúgy. Hát ezt nem. Tényleg tiszta szívemből kívánom, hogy ti is jussatok el. Remélem, hogy az utazás irodába által el tudtok nagyon sokan jönni. Mert ez egy hát olyan... Ezt tényleg látni kell, gyerekek. Ezt tényleg látni kell. Igen. Hát, durva, azt tuti. Na, megyünk le, hűsölünk egy kicsit a malba, gyerekek. Aztán jövünk a többivel. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor egy like és komment. Egy lájkot dobjatok azért. Jó, gyerekek, csitben. Olyan illatok. Hát, de komoly. Oda, itt vásároltok ezekben a mallokba, gyerekek, ez nagyon drága. Igen. Úgyhogy, ha valaki jön, egy jó tanács, piacra menjetek vásárolni. Ugyanúgy, mint otthon. Ugye a bevásárló központok drágábbak, az a piacok olcsóbbak. Ugye milyen ruha? Nagyon szép. Gyönyörű. Máshol nem kapod meg. Gyönyörű szép. Meg nézzük, hogy egy csálak magamnak. Mi a teve? Ez jó uniform. De hogy szól? Mm. Hol van papa? El ne hagyjuk, papa, gyere! Nézzétek meg a süteményeket! Jó nagy szelete! Kb. Hát ez biztos nem az otthoni adagok. Aha. Most száradtam meg én is. De finom. De jó. Majd édességet megyünk otthonra. Mm, very nice, thank you. Thank you. Kaptuk itt. Miért veszünk? De mi ez? Nézd meg, ezek meg be vannak áztatva. Mézes van ízér. Mami. Várjál már, meg koszosak. Aha, fehérben nyugodtan. De ez nem koszos. Ezt nézzétek, mekkora gyereke. Három emelet, és még arra is van. Fosszát végét nem látjuk egyébként. Azért már itt egy-két sejket láttunk. Persze, ott is nézd meg, ott mennyi van. Persze, nem tudom. Itt sem nagyon szabad, gyerekek, úgyhogy azért van ilyen kis részleteket. Tudok felvenni, mert itt egyáltalán nem lehet egyébként. Nem az, hogy nem lehet, hanem magukat nem engedik
videózni, meg fotózni. Úgyhogy ne haragudjatok, ha itt ilyen részletekkel tudok jönni, de ez van. A gyerekek, kicsit megpihenünk. Na, papa. Ú, gyerekek, itt ezek az árak, azt a mindenit. Leárazva nézett a Tina egy papucsot, 260 ezer forint fél árba. Hát ja, itt nem shoppingolunk. Jó lesz nekünk a piac, nem, papa? Ott van a Valentino is. Papa, itt árulná a zöldséget? Jó, ha milliomos lennék. Nézek egy helyet itt. Hozol gyümölcsöt, paprikát, paradicsomot. Hát csak van itt is valami piac. Vagy ezek beszerzik, gondolom. Nem, ha tenni. Leszerződsz egy-két izével. Hotellel, papa. Azt te. Na, ezt nézzétek. Kipróbáltuk az olajat, gyerekek. Hát... Durva, hát de drága nagyon. Értetek, hogy ilyen Douglas, meg világmárkák, dob ki a kukába. Nagyon drágák. Olyan és olajok. És csak itt lehet kapni, sehol máshol. Olyan olajok vannak itt, gyerekek, hogy... Fú. És még van egy emelet. Nagyon, az összes világmárka itt megtalálható. Ez milyen kuma így jó. Nagyon. Komcsi. Na, ja. Na. Ezt nézzétek, gyerekek. Élő. És ez mind élő. Nem látszik, ma visszatükröződik, de nagyon komoly. De mi úgy eltévedtünk, hogy azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Akkora ez a valami, hogy... Várjál már, mert anyám kilométerekre van. Mondja, Tina! Na jó, tényleg meg kell keresni a kivezető utat, mert eltévedtünk. Elég keményen. Ó, gyerekek, nagy nehezen kijutottunk. Ja. Nem csináljuk meg itt? De ha nincs meg ki, Tina. Gyönyörű szép. Na, illek bele. Csinálják még fotót rólad? Uh-huh. Meg volt a nagy fotózkodás. Maminak elfáradt a lába. Hol van Mami? Mi van, Mami? Sok volt a séta, mi? Eddig még vár rád egy hosszú séta arra kifelé. Hát vár. Fáj a lába? Hát menjünk be oda, úgyis. Inni akartok, mert hol? Ahol voltunk bent, a kajáltal. Nem akartok? Ahol a fagyit is néztek. Hát
Akkor ez a valami, hogy... Fú. Mi fura? Nem, akkora ez a... ez a Dubaj mal, hogy... Hát ez, ami ki van írva, ez mind üzlet. Nem is tudom, hogy jöjjön járni. Van külön olyan szint, hogy csak parfümök, de olyan, hogy külön Baccarat bolt, Creed, meg mindenféle. Nézd, üres! Ez nincs nyitva? Ez azt szerintem reggelig nyitva van. De ülne. Hogy ez a KFC? Hát mert bent ülnek tina a hidegbe. Nem kint. Hát de papa itt is egy sört nem tud sehol inni. Azt tudom. Tudom. Ha már Meki gyerekek, Dubaj, akkor megkóstoljuk a dubajos Mekit. Kíváncsi vagyok. Csak hogy kérjük ki ma? Cheeseburger menü. Ilyen. Majd kérem én, nyugi. Okay. A gyerekek vettünk, hát ez nagyon pici. Nagyon. Hát otthon se nagy gyerekek, de most mit tudjak mutatni nektek, hogy hát nagyon pici. Mint egy kis pogácsa. Ja, Tinának a tenyerébe elfér. Akkor most nem csináltam ezt a TikTokot. Mivel ezzel? Majd jövünk, akkor izé eljövünk. Picit előbb, mert pont bezárta Meki, és nem volt. Fagyizási. Na milyen papa fagyi? Nagyon jó. Dubai fagyi. Vagy kubai? Kubai. Nem tudom kubai milyen. Tudod, a bubble tea. Remasz kapta, amit várt. Igen, mert ez ilyen tej alapú. Mert furák ezek a... De amúgy én nem is ilyet kértem, mert mangósat kértem. Semmi köze a mangóhoz. Nem kell. Mint egy latte, vagy ilyen hosszú kávé, vagy valami ilyesmi. Ja. Hát igen, azért így gyerekek az árakra nagyon oda kell figyelni. Nagyon. Rohadt drága minden. Na srácok, eljött a vége, megyünk hazafelé. Hát ez gyönyörű volt. Mi is? Most már tényleg itt is kikoptak az emberek, nézzétek meg. Már egy óra van. Igen, hajnali egy óra van itt. Úgyhogy hát... Bármikor le tudunk jönni igazából. Persze. Nincs amúgy olyan. 4 vagy 5 kilométerre van a szállásunktól. Egy ilyen 3000 forintért elhoz a taxi, átszámítva. De viszont gyerekek, ha jöttök a malba, akkor nyissátok ki a pénztárcátokat, mert nagyon drága. Ne itt vásároljatok! Vettünk 6 gombóc fagyit, meg 2 vizet, meg egy mit? Bubble tea. Bubble tea, 17000 forint. 18. Jó, most nyilván nem nézed úgy az árakat, de... De azért, hogyha itt ide jöttek. És arra figyeljetek, hogy sehol nincs az ár kiírva, igen, gyerekek. Nem véletlen. Még blokkot kaptunk, még azon se volt, hogy tételesen, hogy most ez a fagyi mennyi volt. Csak rá volt írva, hogy ice cream. Persze, természetesen most nem azt nézed, mert persze, nem azért nem mondjuk, hogy most valami, de hogy erre figyeljetek tényleg, hogyha valaki jön. A árak rajta abban a Dubaj malban nagyon odafigyeljetek, mert... Aztán ha minden igaz, hát nem tudom, mert az a baj, hogy nappal kell menni a piacokra. Hát nappal nem nagyon merem bevállalni, megmondom az őszintét, mert holnap 50 fok. Muszáj leszünk egyszer kimenni. De holnap lesz a legmelegebb, 50 fok. Holnap 49 fok lesz, igen. Aztán ő, hát nem tudom. Ide, aki szívbeteg gyerekek, magas vérnyomásos, az később jöjjön.
szerintem. De viszont ez a csodál, nézd meg, csodálatos, mintha... Hát igen, ez azért tényleg mindent megér. Ez, gyerekek. Az biztos. Reméljük tetszenek a vlogok, ahogy látjuk a megtekintéseket. Igen. Nagyon tetszik, a lájkok is mennek, nagyon ügyesek vagytok. Nagyon szépen köszönöm, aki megköszöni nekem, igen, hogy készítem a vlogokat. Ez a Zolinak köszönhető, hogy vlogol nektek a nyaralásunkon is, mert azt is megtehetné igazából, hogy nem csinálunk semmit, csak írunk egy üzenetet. De én mondtam, hogy akárhova elmegyünk, én viszlek titeket. Igen, egy kis család, ti is lássátok, hogy milyen gyönyörű helyekkel áld meg az Isten minket, hogy el tudunk jönni. És virtuálisan ti is itt vagytok így velünk. Van. És akkor ugye az utazás irodát már több száz embernek leadtam. Szó szerint több száz embernek. Úgyhogy kívánom, hogy ti is eljöttek ide. Szerintem egyszer megéri, ha többször nem is. De én még azért majd szeretnék ide egy párszor visszajönni. Párszor, igen. Komoly vagy, nénye? Kimondott szónak ereje van. Papa, te is visszajössz? Igen, hogyne. Pozitív energiával. Itt a növények. Ja. Na de jól van, gyerekek, elbúcsúzunk. Hát köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a szép estén. Remélem, hogy nagyon tetszett a videó nektek. Ha tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot. Írjatok kommenteket, mert az is tölt minket. Úgyhogy legközelebb, szerintem jövünk egy live-val, aztán majd ha megyünk a piacra, akkor azt is levlogolom nektek. Aztán tiszta parfüm. Igen. De mitől? Ezektől az olajoktól. Katasztrófa. Olyan keserű. Gyerekek, épp, hogy tettem a kezemre én olajat. Fú, nagyon durva. Illetőzz már meg. Áll, gyerekek. Enélkül biztos nem megyek haza. Esküszöm, ha 50 ezer forint is, de akkor is veszek. Bele van bolondul, vagy gyerekek. Engem nem ér, egyszer járok itt Dubajba. Igazi parfümöt papa, csak itt tudsz venni. Veszek maga. Majd megyünk a piacra, nyugi. Már van kontakt, aki segít. Hála jó Istennek, sok ismerősöm van itt Dubajban egyébként. Indria, puszillak, Evelyn, puszillak titeket. Köszönöm a segítséget. Veszek. Így van. Nagyon jó. Maminak is veszek egyet. Gyerekek, itt elmész a férfiak mellett, és beléjük szeretsz, olyan illatuk van. Komolyan mondom. Az illat, azt tudjátok, egy félsiker. Ez mind ez a elmény. Ja, MR. Ilyen építő cég, ez a MR. Ja. Na jól van, vigyázzatok magatokkal, és akkor majd jövünk a további tartalmakkal. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Hello!